Sziasztok srácok, nem hisztek el, de igen, minden szombaton 16 órától live-olni fogok a Trovon, hogyha este még nem regisztráltál volna, mindenféleképpen regisztrálj fel, és ekkor is ott leszek minden szombaton 16 órától. A leírásban majd találsz egy kis videót, hogy hogyan tudsz beregisztrálni pontosan, szóval ne habozz, találkozunk ott! Gyere már kis, hozz gyorsabban azt a fát! Hozz gyorsabban a fát! Hozz már gyorsabban a fát! Ne játssz az áll! Ne játssz a boltával össze-vissza! Jól van, na figyelj! Van egy ötletem, vigyük be a fát, gyere! Kinek az ilyen ötlete volt ez? Gyere be, vigyük be a fát! Kinek az ötlete volt, hogy kiásni ezeket? Nem tudom, ott vannak husiék! Sziasztok, husiék! Sziasztok, előadó! Tim, ez? Mit kerestek ott a pincébe? Ja, hát ez nem rátudta a fátba. Kéne egy kis vizet rádobni, azt el is futnak. Nem! Na, ti is hozz a pohár vizet! Nyilván nem fogunk ilyet csinálni! Ez az! Dobáljad, na nézzük, mi van itt bent! Mi van itt bent? Na, engedjetek be! Ezek komolyan, ezek szem... Na, menjetek innen! Na, jó, kis, gyere, kis. Oké, nem megyünk be, sziasztok! Mi ide hányunk rátok komolyan? Nem megyünk be, sziasztok, jó? Na jó, hello! Na jól van, mit csináljunk, hogy bejussunk? Bemegyünk. De hogy megyünk be? Na, akkor először is. Mivel ez itt most egy akció? Mi legyen az akció neve? Az akció neve bejutás a pincébe. Bejutás a pincébe. Hát mit tudok ilyenkor mondani? Tudod... Go pince, under... Ja. Nem úgy. Tudod, szoktak valamit ilyenkor mondani? Achievement, mission. Azaz, mission, kezdődresi a küldetés. Mission impossible is coming. Na jó, nem, figyelj. Szóval, vegyük komolyan. Elsősorban, próbálj meg áruhákba, mit szólsz? Oké. Tessék. Jó, oké, ez megfelel. Vegyünk fel áruhát, és próbálj meg így bejutni. Jó, jó, mondjuk. Próbálj meg úgy, mintha mi katonák lennénk, és átvizsgáljuk az egész falut, mert elveszett egy ember, okay. Tudod, meghatja majd őket. Ja, jó, oké, jó ötlet. Na figyelj, úristen, nagyon jó. Okay. Jó, legyen valami, de... kedves emberek lennénk ilyen szomorúak, elveszett a családtagunk. Elveszett a családtagunk, de miért veszett volna a család... Jó, mindegy, na, add a fegyvert. Add a fegyvert. Nem kell fegyver, akkor megijednek tőlünk. Jaj, hát előbb azt mondod, hogy kéne. Jó, mindegy, hagyjuk. Na. Jó napot, jó napot! Jaj, bocsánat. Sziasztok. Elveszett az egyik testvérünk. Igen. Igen, és az anyukánk is. Igen, már a faluba körülbelül. Majdnem minden házat, és megnézhetjük itt is. Igen, bemeltünk a pincébe, nagyon fontos lenne. Igazából az a helyzet, hogy ebbe a pincébe senki sem mehet, csak mi ketten, a két húsi, ugye? De miért? De... Mi van, hogyha ott van? Hát de igen, lehet bezártátok oda. De nem, figyelj ide. Nem lesz ott lent senki az égvilágon, mert azt a pincét ma csináltuk meg. Na jól van, oké. Nem baj, azért köszönjük, viszont egy kicsit még kérhetnék valamit? Na, meséljetek. Be tudnátok jönni és tudnátok adni nekünk egy pohár vizet? Persze, meg zsebkendőt, mert nagyon sírunk. Jó, Sárga macska! Ő itt maradt! Na, itt maradok! Ott van valami kék ruhás, be akar fúrni a pincébe! Ott van! Egy kék ruhás! Ott! Egy kutya! Ott! De... Bemegyünk! Ne, visszavonulás! Nem, hogy őszintén, hogyha mi most tényleg keresnénk a családtagunkat, és ők megszólalnának, hogy nem mehetek le a pincébe, mert az egy nagyon típus hely, biztos, hogy ez lenne az első dolog, amit széttörnék. Hát milyen gyanús van egy pince, ahol senki nem mehet le? Ez az amúgy, de amúgy miért nem engednek be minket? Szerinted mi lehet ott lent? Lehet, hogy TNT, lehet, hogy ellopták az összes pénzt, lehet, hogy a húsodhoz nyúltak, nekem meg a kocsimhoz. A kocsithoz én nyúltam. Én meg a te húsodhoz. Látlak! Na, mi van? Elmegyünk! Na, jó van. Kis, kell egy új tervez, ez így nagyon nem volt jó. Mi legyen a másik termünk? Na, akkor ezt most levesszük. Ezt vegyük le? Jó, oké, vegyük le. Így is megszületne. Na, egy ilyet vegye fel a hátadra. Ez mi? Egy antigravitációs cucc. És ez mit tud? Azt, ahogy csinálod? Jó,
vagyok. Ó! Wow. Wow. Nem utasd neki még most, ne. Most, okay. Szerintem valami olyan kellene, mi az, amit nagyon szeretne? Hát, hal, nyilván. Én oda megyek, és elszorok egy kicsi halat. Te jó. Megfogod, és erre nagyon vigyázz, kérlek. Ez volt életem első rakétavetője, és egyetlen egy lövet van benne. Jó van, nyugi, nagyon vigyázok vele. Na és nem ezzel kell... lőj egyet az ajtóra, és ott a biztosít az ajtóra? Szépteni. Jó, oké, okay, jól van. Várjál, kell keresnem halat. Fúj, ez már mondjuk rohadt, nem baj. Nem baj, jó lesz az nekik, tök mindegy. Várjál, jó megszívják. Te menj fel a tetőre. Jó. Majd felülről, okay. Felülről, okay. Várjál, most felülről nézd, hogy jó, mondom. Menjem. Na, hello! Ez mi? Nézzétek! Mi az a kis? Nem akarok bemenni meg semmi, csak úgy gondoltam, hogy arra gondoltam, hogy ti folyamatosan álltak kint a hidegbe, csak akartam adni nektek egy kis halat. Ja. Nem akarom betörni, én el is megyek. Jó, rendben. Kist, bevásároltam, hogy mit csináltál? Gyerünk! Nem már! Jézusom, de meg ilyet! De... Gyerünk! Nincs több őszer. Kis... De ez robbanás álló! De nem már! Ez nem törbe ki is, ez így nem jó! Nem fogod tudni... Számít nekünk, Lici, ne! Látod, hogy nem tudtad betörni? Megpróbáltam belőni, és nem tör be semmi. Adja a rakétavetőd. Béna vagy. Ja, és amúgy eltört a rakétavető is. Nincs nálam. Hallod, Dani? Mondd már meg nekem, hogy miért próbáltatok beugni a pincébe. Azért, mert tudni akarik, hogy mi van ott bent. De nem menjünk be! De igen. Nem fogjátok megtudni! Nincs jó, hogy nem tudjuk, meg úgyis megtudjuk. Adjátok fel! Csináljatok valami hasonló! Gyere! Jól van, menjetek már innen! Na, igen, mondjad, mi az? Fú, ajaj! Várjál már! Oké, ez kicsikét így lassú, add ide először is! Add ide a fúrót, jó? Oké? Na figyelj, és valahogy... Jó, nem töröm most, ezt eskü nem fogom. Na, figyelj! Milyen világ van itt a házunk alatt? Lola? Nem tudom amúgy. Igen, én is látom amúgy. Esküszöntek menni? De alakítsunk már ki valami jó kis izéd, ami kis szobát. Jó, majd ilyen bunkerfélét, vagy valami titkos hát, bázisot ítünk ide. De várjál, hol lehet szerinted? Hol lehet itt bejutni szerinted? Gondolom ott. Na jó, oké, figyelj, próbáljuk meg. Hát ha... Nem ott! Jó. A házunk, te! Tudom. Mi az a hang? Húsi, ezt is hallottad? Szerintem ez az. Ez lesz az? Itt menj fel a... vagy nem tudom. Jó, fúrom. Nyugi. Nem ez az! Mi ez a hang? Rakd már vissza! Nem tudom, menjünk le! Visszaraktam! Mi? Szerintem menjünk le! Ne. Mi le? Várjál már. Lejönnek. Gyerünk is, gyorsan! Jó, fúrom, amilyen gyorsan csak... Elmentek mellettünk. Jó? Ne. Jó, oké. Okay. Mi zang? Ha. Jó, gyere, figyelj, menjünk vissza. Bújunk el! Itt vagyok! Bújj el! Jó, bújj el, nyugi, gyerünk, nem fognak észre venni. Jó, betöntem magam. Jó, oké. Okay. Azt hiszem, hogy nem vett észre, itt van mellettem. Jó, nem vett észre. Gyerek is, menjünk lassan, jó? Jó, gyere. Menjünk. Jó, gyere, menjünk le. Ott volt valahol, Húsi! Hol? Kiment! Várjál! Jó, betöröm! Jó, nem tudom most elejönni! Kis! Mi ez? Találtam kis valamit! Kis ajándékai! Mi ez? Milyen kocsid? Ez nem a mi kocsink! Mi? Ajaj! Itt vannak lent, kis! Mi ez? Mi csináltok itt? Jaj, ne! Ajaj! Lebuktunk, kis! De nem áll! Én egy armoszten vagyok. Na, jó, én szobor vagyok. Miért kellett ezt csinálni? Na, jó, de mit? Mi az? Mit rejtegette? Elmondjuk az igazat. Ezt kapjátok volna karácsonyra, de így most már akkor megkapjátok előnyre. Ezt kaptuk volna karácsonyra. Igen, ezt kérdezik. Jó, hát ugye felveszed a húst, akkor visszam a kocsit. De kaptam egy új kocsit, de jó fejek vagytok, srácok. Igen, ezért volna a karácsony ajándékot, de mivel úgymond fel akartátok keresni a pincét, ezért nem. De mi az, hogy nem? Hát már megkaptuk. Na jó van, srácok, nem, tényleg bocsánatot kérünk akkor. Jó van, na, de ne izéltek már! De miért kellett ezt csinálni? Mit csinálni? Hát, most kíváncsiak voltunk, mondtatok volna el, hogy ne jöjjünk be.
És miért nem... Nem tudod, hogy mi történik, hogyha megnyomod. Megnyomnád? Hát, na igen, és amúgy mondtatok volna el, hogy ne jöjjünk le, és akkor nem jövünk le, igaz kis? Pontos! Elmondtuk 20-szor! Nem is mondtátok! Nem mondtál. Direkt úgy mondtátok, ne dupálj már te! Nyambat macska! Na, direkt úgy mondtátok, hogy izgalmas legyen, és lejöjjünk! Na, álljatok már! Na jó, gyere kis, szálljunk be az új kocsinkba! Gyere, gyere kis! Na, gyere, vezess! Elhagytam a jogsim! Menjél kis! Gyerünk! Na, gyerünk! Nyomjuk! Várjátok, menjünk is innen! Amúgy nálam van a húsod, amit kaptál! Mikor? Hát, nem tudom, tegnap azt hiszem... Nem, nekem nem is volt! Neked nem is... Ajaj, várjál már, ne... Na, jól van! Kis, ez nem tenger alatt járó! Hallod? Hol a hangja van a motornak? Te most hangoltad az új kocsimat? Aha! Jól hajók! Jó, tudod mit? Nézd! Na, akkor ennyit a húsodról, bedom a vízbe. Legalább jól szétázik. Na, ez mit szólsz? Na, mi van? Hajó! Mit voltál? Mondom, beledobtam a vízbe a húsodat és szét fog ázni. Az Verdán szék? Hát, igen. Na ennyit erről, igen, mondjad. Mivel kis elrontotta a kocsidat, azért ezt a hajót odaadom most neked, tessék. Na, kösz, végre legalább valamit kapok. Na srácok, nagyon nézzük meg, köszönjük, hogy itt vagyok ebben a videóban, remélem, hogy tetszett. Irány, Hawaii, vagy valami. Csá. Sziasztok.